A kormány elfogadta a megyék és a megyei jogú városok integrált területi programját, így elkezdődhet a terület- és településfejlesztési operatív program végrehajtása. A közel 1200 milliárd forintos fejlesztési forrásra ősszel írják majd ki az első pályázatokat. A tervezési és végrehajtási folyamat decentralizált, így a 18 megye és a 22 megyei jogú város a maga által tervezett integrált területi programok alapján juthat támogatáshoz. Összesen 113,91 milliárd forint áll rendelkezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye részére a terület és településfejlesztési operatív programon belül, hogy ezt a megye felhasználja. Ez két részre bontódik, az egyik az a Nyíregyháza megye jogú város forráskerete, amely 24,63 milliárd forint, a másik pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye többi településére vonatkozottatva, ez 89,28 milliárd forint. Ez lényegében a helyi gazdaság fejlesztésre és gazdaság ösztönzésre, és természetesen a megyék által, meg a megyei jogú városok által igényelt források felhasználására, vagy fejlesztések felhasználására szolgál. A miniszteri biztos arról is tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság elfogadta Magyarország 2014-től 2020-ig tartó vidékfejlesztési programját. Brüsszel azzal is egyetértett, hogy a kormány a nagybirtokok helyett a kis és közepes birtokokat támogassa. A program összforrása 1300 milliárd forint, a célja pedig a mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének növelése, a vidéki munkahelyek megőrzése, valamint új munkahelyek teremtése. Az első pályázatok szeptemberben jelennek majd meg.